Elsősorban milyen élelmiszereknél várható hiány, és hol? Magyarországon is, vagy Európában, merre a háború miatt? Azt kell látni, hogy Ukrajna és Oroszország is részben a méretük miatt, tehát mind a kettő hatalmas nagy ország, részben pedig azért, mert a mezőgazdaság az mind a két országban fontos szerepet játszik. A világgazdaságban mind a kettő jelentős szereplőnek számít az élelmiszer kereskedelem és a más országok élelmiszer importja tekintetében. És hát nyilván most a háborús cselekmények miatt részben azért, mert Ukrajnában ugye az emberek nem a földeken dolgoznak, hanem háborúznak, részben pedig azért, mert ugye az orosz export az a szankciók miatt nem tud eljutni külföldre. Tehát ezek a mennyiségek, amiket eddig a világ az Ukrajnából és Oroszországból szerzett be élelmiszerek terén, ezek a mennyiségek most jelentősen lecsökkentek, és azt lehet látni, hogy az egész világban ez komoly problémákat jelent. Van, ahol ez olyan problémát jelent, mint ahogy lehetne sorolni itt a nyugat-európai országokat, Franciaország, Olaszország, Belgium, Anglia, ahol részben brutálisan megnőttek az árak, 2-3-szorosra nőtt az étolajnak az ára, nagyon jelentősen nőtt a kukoricának, a búzának az ára is, a lisznek az ára is, és ezeket is lehetne sorolni. Tehát részben nagyon magas inflációt lehet tapasztalni ezen termékeknél. Ezen országokban részben viszont, ami még ennél is komolyabb probléma, nincsen effektíve termék. Tehát elfogytak boltoknak a polcairól, az étolaj elfogyott Franciaországban, a mustár, a tészta, tehát még a magas áron se tudják ezeket a termékeket beszerezni az ottani fogyasztók. És ezt sem gondoltuk volna, hogy megérjük, hogy nekem erről vannak konkrét információim, hogy Németországban, amely a világ egyik vezető gazdasági hatalma, az emberek étolajat vásárolnak fel, és hiány van például étolajból a német élelmiszerüzletekben, és nem csak egyes városokban, hanem az egész országban. Hát ezt ki gondolta volna? Ezt valószínűleg senki. És amit fontos látnunk az az, hogy ugye én a korom miatt is megtapasztalhattam azt, hogy azért Magyarországon is még a 90 előtt azért volt ilyen, hogy ez az amaz hiányzott, vagy hát mondjuk nem volt jó minőségű termékből a boltokban, de azért ilyen komoly hiány, amit most Nyugat-Európában tapasztalnak, az azért számomra is, és hát szerencsére mi magyarok számára is azért ez mondjuk azért elég régen nem tapasztalható meg. Tehát valóban arról van szó, hogy olyan helyzetbe került az egész világ, amire nem számított, és ugye részben ez családok számára is kellemetlenség, hogyha nem tudnak mondjuk étolajat beszerezni, de képzeljük el az éttermeket, hogy nekik ez mekkora probléma, hiszen az ő esetükben az alaptevékenységnek a folytatását veszélyezteti, vagy hát teszi lehetetlenni azt, hogyha nincsenek meg akár liszt, akár mustár, akár étolajból nem áll rendelkezésre. De ezekre, amiket említett, ezekre az árucikkekre a háború miért van hatása? Mert az, hogy Oroszország és Ukrajna is, ahogy ön is említette, nagy gabona exportőr, hatalmas területeken gabonát termelnek, elsősorban búzát, hiszen például Ukrajna, amely talán Európa második legnagyobb területű országa, tulajdonképpen az egész ország Kárpátalja kivételével síkság, tehát nagyon jók az adottságai. Tehát az, hogyha esetleg gabona hiány lesz, mert nem tudják megtermelni, nem tudják elszállítani más országokba, az még érthető. De például miért hiányzik mondjuk az étolaj, vagy a mustár, vagy a liszt? Hát nyilván ezek összefüggnek azért egymással. Így van. Hát a liszt az nyilván ugye a gabonából jön, tehát hogyha nincs gabona, akkor liszt sincs. Ugye az étolaj, a napraforgó, az szintén ugye, az földeken terem, tehát és ugye Ukrajna ilyen szempontból nagyon komoly exportőr szintén. A mustárnál Oroszország az, aki a világpiac szempontjából egy fontos exportőr, és ugye, most ők az embargó miatt nem tudnak értékesíteni. Tehát itt részben arról van szó, hogy vannak olyan termékek, amelyeknél Ukrajna volt a termésnek a helyszíne, de ugye ott a bombázások miatt, illetve amiatt, mert az emberek azok vagy elmenekültek az országból, vagy harcolnak éppen.
Tehát a termelés maga az azért jelentősen visszaesett, és ugye Oroszország, aki szívesen adna akár mustárt, akár bármilyen a világnak, de tőle meg sokszor nem veszik meg. Tehát ez a két hatás együtt van, és ez a két hatás együtt okozza azt, azokat a folyamatokat, amiket látunk. Mi a helyzet Magyarországon? Várható-e bármilyen árucikkből komolyabb élelmiszer hiány, vagy bármilyen árucikkből hiány és további áremelkedés? Ezt azért kérdezem, mert egyrészt a kormány elővételi jogot jegyzett be a gabona exportjára, ugyanakkor a Gabona Szövetség az elmúlt egy-két hétben, ha jól emlékszem, felhívta arra a figyelmet, hogy veszélyekkel jár az, hogyha nagy mennyiségben gabonát kiszállítanak Magyarországról. Ez így van. Alapvetően ilyen szempontból is nagyon fontos az, amit Nagy Márton gazdaságvédelmi miniszter úr mondott, mikor a parlamenti meghallgatásán volt, hogy mind az élelmiszer, mind az energia szempontjában egyébként ugyanígy. Nagyon fontos az, hogy önellátóak tudjunk lenni. Tehát ameddig az országon belül megvan a termelés, és szerencsére ilyen szempontból ugye Magyarország azért komoly agrárhagyományokkal rendelkezik. Tehát ameddig az országon belül van nekünk termelés, addig azért reménykedhetünk abban, hogy konkrétan hiányra azért nem kell számítanunk, viszont az áremelkedés az nyilván az valamilyen szempontból be fog gyűrűzni, hiszen az, hogyha a világban kevesebb mennyiség van bármilyen termékből, az a nemzetközi árakat felhajtja, és a nemzetközi árak azok azért a napnak a végén hatása vannak a magyar árakra is. Nyilván ugye egyébként ez is nagyon fontos szerintem, hogy amíg láthatjuk azt, hogy külföldön ténylegesen már korlátozzák azt, hogy mennyi étolajat vihet ki valaki mondjuk Angliában vagy Belgiumban, mennyi étolajat vihet ki a boltból, tehát ugye nem vásárolhat bármekkora mennyiséget ezekből. Ez egyébként, bocsánat, Németországban is így van, a kasszánál figyelik, illetve ki van írva, hogy mennyit lehet vásárolni például étolajból. Így van. Ugye és ezzel szemben Magyarországon pedig ez a korlátozás, ugye ez nem a mennyiségre vonatkozik, hanem az ára. Tehát ugye nálunk meg egyrészt van étolaj, másrészt pedig ugye az ára az van korlátozva, tehát még nyugaton nagyon drágán kaphatunk korlátozott mennyiséget, ha egyáltalán éppen van a boltban, addig nálunk az ára az védve van, tehát ilyen szempontból a családoknak az életszínvonal, életminősége az a kormánynak a lépései miatt az biztosítva van. Egy dolgot kérdeznék még végezetül, hogy ez az élelmiszer hiány, vagy egyes árucikkek hiánya, illetve az élelmiszerek drágulása meddig tarthat? Hol lehet ennek a vége? Ez egy remek kérdés, és hát nyilván ez most valószínűleg minden... Tudom, hogy ez egy költői kérdés. Költői kérdés, de azért van-e válaszom, tehát nagyon hasonló most a helyzet, mint ami az első világháború előtt volt. Ugye mind most, mint pedig akkor egy nagyon hosszú, alacsony inflációs környezet után jött egy háborús konfliktus, hát nyilván az első világháború azért egy komolyabb konfliktus volt, de mind a kettő egy komoly háborús konfliktus volt, és azt tapasztaltuk akkor is, hogy ameddig a háború tartott, addig az infláció üteme is folyamatosan nőtt. Tehát nem csak, hogy az árak növekedtek, hanem az árak növekedésének a sebesség, az árak növekedésének a mértéke is folyamatosan növekedett. Én azt arra számítok, hogy sok szempontból ez a mostani helyzet is hasonló lesz, tehát ameddig a konfliktus nem oldódik meg, ameddig ez a háborús helyzet ez kitart, addig sajnos arra kell számítanunk, hogy az árnövekedés az világszinten velünk lesz.